Nézzük az ötödik feladatunkat, ugye számsort látunk itt, balról jobbra haladunk, nincsen ilyen futóindex, nem tudjuk ezen honnan indul, hát akkor nyilván nem kérdezhetik tőlünk azt, hogy mi az összege, csak az lett a kérdés, hogy konvergense vagy sem. Na most nem persze a cím, ha segít, hogy az összehasonlító kritériumot kéne alkalmaznunk, természetesen akkor a pozitivitással kezdünk, ugye, azt kell megvizsgálni, na most eleve, ha a számára egy gyökös kifejezés van, az mindig pozitív, és akkor tulajdonképpen itt a gyökelet is csak pozitív szám lehetne, akkor nagyjából lehetne az okosodni, na honnan is indulhat az N, de ezzel nem foglalkozunk, tehát itt akkor onnan indul, hogy értelme legyen a kifejezés természetesen. Számláló, akkor nincs probléma, nevezőben 3 N négyzet minusz N plusz 1, úgy hiszem, hogy ez is elég jól látszik, hogy mindig pozitív, de megtehetjük azt, hogy egy kis átalakítással, például csak a másodfokot, meg az elsőfokot, hogyha nézem, ugye itt az n-szer 3, n minusz 1 plusz 1 alakban írható fel ez a kifejezés, és akkor itt látszik, hogy ez is minden n-re pozitív lesz. Tehát a pozitivitás az megvan. Ugye? Jó. Na most. Akkor ezek után mi csak még ezt az egy tesztet ismerjük, az összehasonlítót, akkor természetesen mindenféleképpen azzal kezdjük, hogy az általános tag határértékét vizsgáljuk, ugyanis ahogy láttuk, annak segítségével vagy gyorsan megoldhatjuk a feladatot, hogyha annak a határértéke nem nulla, mert akkor divergens lesz, vagy ha nem, tehát nulla, akkor további vizsgálat után, ugye azért mégis a jó határérték segítségével kapunk ugye, ötletet arra vonatkozóan, hogy mihez is hasonlíthatjuk ezt a sorozatot. Hát az AN-t, ugye VN-nel, tehát a sort a sorra. No, tehát akkor, ahogy tanultuk, hogy a domináns kell megkeresni, gyök N, per N négyzet, szorozva 5, mínusz 2, per N, per 3, mínusz 1, per N, plusz 1, per N négyzet lesz. Jó? Egy kicsit ezt gyorsan csináltam, hogy elképzelhető, hogy érdemes talán a határérték, mondtak egy kalkulusival, egyben vett matek, ugye határértéket átnézni, hogy miért is, hogyan is alakul ez. De remélem, hogy ez nem jelentett olyan nagy problémát ez. És akkor ezek után mit is kell csinálnunk? Az ugye az első szorzó tényezőt azt egyszerűsítem. Na most gyök n, az n az 1 kettediken, tehát ez 1 per n a 3 kettediken lesz, aminek a határértéke természetesen nulla. És itt a második szorzó tényezőn, ugye ez nullához tart, ez is nulla, tehát akkor jól láthatom, a második szorzó tényező az a gyök 5 per 3-hoz tart, azaz az egész határérték az nullával lesz egyenlő, tehát ez tart a nullához, sajnos ez azt jelenti, hogy további vizsgálatunk van. Igen, ám, de ugye a második szorzó tényezőnek a határértéke az egy pozitív szám, tehát hogy ezt ellenjelölöm, nagyobb, mint nulla. És ez azt jelenti, hogy az összehasonlító tesztet alkalmazó, és illetve ezt ugye, hogyha BN-nel jelölöm, tehát ez lesz a BN, akkor azt kapjuk, hogy a számsorunk az hasonlóan viselkedik, mint a szumma BN, az F per N a 3 kettediken, azaz visszavezettük ismert sor. Ugye konvergenciára vonatkozó tétel az azt mondja ki, hogy ha P, ugye itt az 3 ketted, az nagyobb, mint 1, igen, ez teljesül, ugye? Akkor azt kapjuk, hogy ez a sor az konvergens. Tehát itt van, ugye? Azaz ő is konvergens, tehát konvergens számsorunk van.